Minden korszak a maga háborúját a fegyvernemek legkülönfélébb fejlesztésével igyekeznek megvívni. Az elrettentés politikája akkor vált általában a legsikeresebbé, ha a védelmi célt ellátó fegyvert soha nem kellett bevetni. Ilyen típusú fegyver kifejlesztésének gondolata járta át a magyar tudományos életet az első világháború után. Ebben a videóban most megismerhetitek a magyar csoda fegyverek történetét. A buzogány lövedék. Az USA és a náci Németország mellett a Magyar Királyság volt a harmadik olyan állam, amelyik bevethető páncéltörő rakétákat épített. A gyártást 1942-ben indították be, amikor a szovjet páncélosok fölényével a magyar katonák egyre nehezebben tudtak megbirkózni, a nehéz páncélosok megjelenése pedig komoly fejtörést okozott a harctéren. A haditechnikai intézet így két rakétatípust rendszeresített. A 60 mm-es 44 mintájú páncélromboló kézből indítható rakétaként a gyalogságot erősítette, a 215 mm-es 44 mintájú buzogány lövedéket páncéltörőnek és erődrombolónak használták. A töltete több mint 4 kg-ot nyomott, hordozható kettős indító szerkezete első volt a világon. Ezt akár a földről, de még egy teherautó platójáról is működésbe lehetett hozni. Néhány szaklap úgy tartja, hogy ez lehetett a világ első buzogány lövedéke is. A Titán. Tihanyi Kálmán még a II. Világháborút megelőzően érdeklődést mutatott egy ultrahangágyú fejlesztése iránt, amit kártevő rovarok likvidálására akart kifejleszteni. A Magyar Királyság hadba lépésével viszont a katonai cél is eldőlt. A Magyar Királyi Honvédség részére egy ultrahangfegyvert kellett készíteni. A Titán nevű ultrahangfegyver a TVR kódnevet kapta. Az eredeti terv szerint egy 2 méter átmérőjű parabola tükörrel szerelték volna fel, amivel a hanghullámokat tudták volna irányítani és 8 kilométeres hatótávolságot terveztek számára. Tihanyi emiatt Horthy Miklós kormányzó rendszeres vendégszeretetét élvezhette, hiszen az államfőt is rendkívül érdekelte ez a csodafegyver. Tihanyi Kálmán viszont hamar megismerkedett a náci ellenes polgári mozgalommal, és elgondolkodott azon, hogy amint elkészül a Titán, azt lehetséges, hogy a németek is akarhatják maguknak, hiszen a náci vezetés is kiadta az utasítást egy hasonló fegyver elkészítésére, de ők még annyira se jártak vele sikerrel, mint Tihanyi. Ezért a tudós úgy döntött, hogy a vele egyetértő munkatársakkal szándékosan lassítják a megépítését, így soha nem is készült el. A lidérc. A zárt kötelékekben támadó bombázó repülők ellenségéül találták ki a II. Világháborúban a lidérc fedőnévre hallgató légi harcrakétát. Különlegessége abban rejlett, hogy habár Németország használta először a levegő-levegő rakétákat, mégis a magyar lidérc Pulvári Károly fizikus találmányának, a rezonáns gyújtónak köszönhetően messze hatékonyabbnak bizonyult a náci rakétákkal szemben. A rezonáns, illetve akusztikus gyújtónak köszönhetően be tudták állítani, hogy ellenséges repülőgépek hangjára indítsa a gyújtószerkezetet a rakéta, amint a hang maximumát eléri. Ezeket a rakétákat tehetetlenségi irányítás mozgatta, így elég volt egy ellenséges bombázó kötelékbe belőni, és amint egy gép közelébe ért, azonnal robbant, és a pusztítás valamennyi közelében levő repülőt megsemmisített. Mivel nem volt megfelelő irányító berendezés, amivel ki lehetett volna lőni megfelelően, ezért csak földi célpontokra használták a II. Világháború végén. Közel 80 darabot gyártottak belőle csupán, és eleinte a Csepeli Weissmann-Fried művekben, majd a Dimávakban készítették őket. A 44 mintájú lidérc rakétákat a magyar csapatok a Csepel-sziget, Érd és a Velencei tó körüli hadműveletek során alkalmazták. A vegyi fegyver. A kezdetek 1927-re nyúlnak vissza, amikor Ilosvai Lajos, magyar kémikus, aki a Magyar Királyi Természettudományi Társulat elnöke volt, ünnepélyes elnöki nyitóbeszédében felhívta a figyelmet a jövő háborúira, és azt elemezte a tudomány akkori ismereteinek tükrében. Meggyőződése volt, hogy bakteriológiai, illetve vegyi fegyverekkel fognak a nagyhatalmak a közeljövőben háborúzni,
ezért kifejezetten szorgalmazta, hogy egy ilyen háborúra mindenképp fel kell készülni. A gyakorlatban 1938-ra vált tényleges tevékenységi Ilosvai elgondolása, amikor a nagy katonai fegyverkezési csomag a győri program hatására létrejött Budapesten, a Timóth utcai tüzérszertár területén a Magyar Királyi Honvédség egészségügyi ellenőrző állomása. Ezen az állomáshelyen kezdte meg a kutatómunkát Bartos Dezső orvosezredes, aki biológiai fegyverek és biológiai biztonság terén igyekezett hatékony segítséget nyújtani a magyar katonák számára egy lehetséges fegyveres konfliktus kezelésére. Ezt az állomást 9 laboratóriummal, egy könyvtárral és kiszolgáló épületekkel látták el, amit kerítés és földsánc védett. A teljes személyzet 4 szakemberből és 2 laboránsból tevődött össze, akik mind nőtlenek voltak és bentlakásos állományban dolgoztak. Elsősorban a lépfene, a pestis, a tetanusz és a paratífusz tenyésztésével és annak katonai célba juttatásának kifejlesztésével foglalkoztak. A munkafolyamatok felgyorsítása érdekében megpróbálták felvenni több alkalommal is a kapcsolatot egy német intézménnyel, ami hasonló céllal végez ilyen kutatómunkát a nácik számára. Bartos Dezsőék nem tudhatták, hogy a nácik nem is tartottak fenn ilyen kutatócsoportot, így onnan nem remélhettek támogatást, ezzel szemben az olaszokkal rendszeresen egyeztettek az eredményekről. 1944-re az itt fejlesztett biológiai fegyverek tömegtermelési szakaszhoz érkeztek, azonban a legyártásukra nem került sor, mivel az egészségügyi ellenőrző állomás épületét Budapest bombázásakor a szövetségesek megsemmisítették, a szovjetek Bartos Dezső orvosezredest később Malenki robotra vitték. A munkaszolgálat ideje alatt valószínűleg a kutató munkáról nem ejtett szót a Szovjetunióban, ugyanis nem sokkal azután, hogy hazaérkezett, 1955-ben írt egy beadványt Farkas Mihály belügyminiszternek, amiben elismerte és részletezte a korábbi tevékenységét a Magyar Királyi Honvédségen belül. Levelében a belügyminisztert a program mielőbbi újraindítására kérte, hogy egy bizonyos imperialista fenyegetést meg lehessen gátolni. Bartos professzor levele már csak azért is érdekes, mert ő a rabsága alatt nem tudhatott arról, miszerint a Magyar Népköztársaság a Varsói Szerződéshez csatlakozva elfogadott egy titkos moratóriumot, miszerint a Szovjetunión kívül egy tagállam se rendelkezhet tömegpusztító fegyverekkel. Emiatt Bartos Dezső már nem foglalkozhatott a korábbi projektjével, és körzeti orvosként dolgozott tovább innentől. Ez viszont nem tiltotta, hogy olyan vegyi fegyvereket fejlesztenek, ami csupán bizonyos személyeket tud likvidálni, és nem embertömegeket. Ezek leginkább kábítószerfegyverek voltak, amiket a szövetségesek, de a tengeri hatalmak is előszeretettel használtak katonáik érzékeinek felerősítésére a II. Világháborúban, illetve az ellenség elkábítására, tudatuk befolyásolására. A Varsói Szerződés katonaorvosai tagállamonkénti munkamegosztásban fejlesztettek ilyen kábítófegyvereket, és kiemelt prioritásként kezelték a magyar kutatók által preferált kábítószer elleni védelmi tervezetet. 1962-ben a Varsói Szerződés megtartotta első koordinációs értekezletét, amin szigorúan csak katonai delegációk vehettek részt. A magyar felek a tagországok egészségügyi minisztériumait is be akarták vonni, mivel a téma a katonaorvosi kutatások megszervezéséről szólt. Az értekezleten a magyarok javaslatát leszavazták, azonban a Magyar Népköztársaság ezzel a delegációval egy nagyon különös kérést is eljutatott a résztvevők felé. A magyar állam ugyanis pszichokémiai harcanyagok fejlesztését szorgalmazta. 1963-ban Várnában tartották a második koordinációs értekezletet, amin elutasították ezt a felvetést. 1965-től kezdték meg a negyedik értekezlet hatására a Magyar Tudományos Akadémia Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézetében a mérgezés ellenszerének, illetve gyógyszerének kifejlesztését metilamfetamin szintetizálásával, ugyanis így akartak pszichés hatások ellen szert készíteni. Ebben az időszakban még a metamfetamin számított egy viszonylag ismertebb és elfogadottabb igazságszérumnak is, ezért is foglalkoztak vele. 1966-ban egy újabb bizottsági jelentésből derült ki, hogy a kutatás helyszíne ezután a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézete lett. A 6. katonaorvosi értekezeten már érdekes módon nem említettek semmit a magyar fejlesztésről 1966-ban, majd a következő értekezletet, amit 1968-ban tartottak volna, feltételezhetően a prágai tavasz miatt elhalasztották. Az új értekezletet 1969-ben tartották meg, amiben 5 éves tervű ciklusokra osztották a munkát. Ez a kutatás végül 1972-ben sikertelen eredménnyel, de lezárult.
Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalamon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületen keresztül, illetve Patreon formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!